kuriózum a két csapattal kapcsolatban, hogy a harmadik fordulóban járunk, és a kezdő csapatokat illetően egyetlen egy változtatás sem történt. Tehát ugyanazok a kezdő 11-ek, amelyekkel a nyitó fordulóban kifutottak a pályára a csapatok. Garami József holnap lesz 75 esztendős, és ebből az alkalomból köszönti őt a valóban vendéglátó és vendégszerető klub. Vannak hiányzói a paksi csapatnak is, mindenek előtt Szabó Jánost említhetem, a válogatott hátvéd. Ez biztos, hogy a teljes őszi szezont kénytelen lesz térsérülése után kihagyni. Egy jó beadás, nem sikerül az ollózási kísérlet. Barta előtt azonban a labda, vezet a Paks. Szinte nyomban a kezdés után vezetés szerez a paksi csapat. Sok kis játékot, rövid passz várt az ellenféltől Eppel, illetve azt, hogy a széleket igyekeznek megbontani. Bertus nagyon szépen törve az NTK játékosok közé, és lövéssel fejezik be a paksiak. Könyves, nem volt benne erő. Könyves jól fog pozíciót Porral szemben, és aztán túljut Póron. Könyves Vukmirra viszi rá, és meg is kerüli Könyves! Nagyon nagy védés! Egy gyönyörű szóló végén. Bertus elveszíti, Repka szerezte meg tőle, Kanta, és lódult, meglódult, Bese a jobb oldalon, helyzetben Bese, Molnár is véd egy óriási. Szenzációs védés, Bese teljesen tisztán ment a jobb oldalon, Molnár messzire kijött elé, hogy kisebb legyen a szög, ahol elrúghatja a labdát Bese, és aztán védett a kapus. Barta, Bertus. Az jó meglátás, Kecskés. Kicsit hosszan kapta Dán, viszont jól teszi középre, Könyves. Sorjáznak a lehetőségek. Gévai. Barta nagyon szép labdalevétel. Eppel elvállalja messziről, kapu mellé. Eged is kísérte a labdát. Vukmir megy. És ez jó Pornak. Megpróbálja egyből középre tenni, Por be se fejjel. Könyves fején csúszott meg. Könyves! Könyves, már három kékmezes között, ellövi végül. Ő itt Gévai. Lehet, hogy ő volt a legközelebb a labdához. Elképesztően eltalált. A próbálkoztak eddig is a paksiak. Eppel, aki Nyíregyházán Lesi Puskás gólt szerzett, most sem adott sok időt magának a reagálásra. Könyves. Vasárdán mintha eltalálta volna hátulról a lábát. Könyves lent is marad, a labda az MTK-nál. Pölöskei. Pölöskei kapja vissza, nagy lehetőség volt, különösen figyelembe véve azt, hogy Pölöskeinek milyen kitűnő a rúgó technikája, milyen veszélyes lövő. Van egy kis összeszólalkozás is Báló és Frank között. Mert hogy Báló rossz néven vette, hogy elesett az MTK játékosa. Itt pedig elindul Könyves. Egyedül, viszont nagyon-nagyon gyors Könyves. Keresztbe vezeti a labdát, érkezik Kulcsár, adhatja Könyvesnek. Óriási játék. 3-0 a 84. percben. Könyves elvitte Kulcsár, ott hagyta neki, és Könyves ezúttal is betalál, úgy, mint az előző fordulóban. És itt a mérkőzés vége. Csertő Jauria tapsol, ezt teszik a paksi szurkolók is, hiszen a csapatuk a harmadik meccsét is úgy nyerte, hogy nem kapott gólt hazai környezetben.